Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt egy Robi, pmrradio.hu. Ebben a videóban a Voxun KG-UV9D pluszos rádiónak a kábel telepítését szeretném bemutatni. Itt a gyári Voxun adatkábel. Ezt bedugjuk a számítógép USB portjába. Én most Windows 10 alá fogom telepíteni a drivert. A driver lemezt beraktam, és ez egy CP2101-es chippel szerelt driver, tehát mint látjátok itt a CD meghajtót választottam ki, és onnan szeretném telepíteni a drivert. El is indítjuk a driver programot, főleg hogyha tud fókuszálni a kamera, így, de kezdjük az elejéről. Tehát én most 64 bit alá fogom telepíteni, és elindítom ezt a telepítő programot, ezt a CP210X USB verziójút. Elfogadjuk a licenszerződést, és elindul a telepítés. És megmutatom majd, hogy hol kell megnézni, hogy milyen drivert kapunk, jobban mondva, milyen portot kapunk a driverhez. Ezt a program is kiírja. Itt van Silicon Labs Laboratories INC eszköz frissítve. Frissítés. Jó. Jó, tehát feltelepítettük a driverünket, és én kíváncsiságból az eszközkezelőt már elindítottam. Az eszközkezelőbe megnézzük. Az eszközkezelő portok, COM és LPT, és itt látszik, hogy Silicon Labs CP210X, megkaptuk a portot, és a portot a 3-as virtuális COM portra rakta nekünk a Windows. Ezt most bezárhatjuk, és itt elindítottam a KG-UV9D-nek a szoftverét, ez a letölthető a Voxunnak az oldaláról, ugye a pluszos verziót szedjük le, és itt a programba a Memories gombra kattintva a port gombot nyitjuk meg, és ki kell választanunk, hogy melyik legyen az aktív. Nekem itt van több portom, ezért kellett megnézni, hogy melyik legyen a kábelnek a portja. COM portot fogjuk kipipálni, berakjuk oda neki a pöttyöt, és leokézzük. És ugye a Memories-nél port, ott a pötty. Jó, tehát ennyi volt a lényege a dolognak. És innentől kezdve indulhat a rádiónak az írása, olvasása. Fogjuk a rádiót, bekapcsolt állapotba kell tenni, és csinálunk egy ilyet, hogy bedugjuk a kábelt a headset csatlakozóba. És vagy a monitort, vagy a rádiót mutatom, de most nekem itt van egy mentésem. Azt mondja, hogy csinálunk gyorsan egy mentést. Mentés. És akkor elindítunk azért egy olvasást a rádióból, hogy ezt meg tudjam mutatni. Itt mutatja is, hogy UART.com, és lent pedig fut a csík, hogy olvassa a rádiónak a memóriáját. Be is olvastuk a rádió memóriát, hát itt látszódik, hogy a bemutató videóknál, amit elmentettem, memória tartalom az itt van benn. De mi szeretnénk valami mást rátenni, akkor ugye nekiállunk kitölteni a táblázatot, de azt akkor mindjárt egy másik videóban megmutatom nektek.